A zeneipar kormányzati szempontból is fontos. A tehetséges fiatalok támogatása a jogdíjak kérdése szem előtt van, jelentette ki dr. Rétvári Bence államtitkár a fórumon. Mint mondta, Cseh Tamás program indul a zenei tehetségek felkutatására, a műfaj támogatására. Valamelyest szerintem kényelmes itt a zárónapon kormánypárti politikusnak lenni ezen a találkozón olyan szempontból, hogy a Cseh Tamás programnak az indításával, amiről minden nap szó esett, ahogy én itt a híradásokat néztem az előző napokban, egy olyan programot sikerült elindítanunk, ami valóban a tehetségek felkutatásában, a szerzőjog tiszteletében, a Schiffer András által tavaly említett vidéki játszóhelyek felkarolásában és sok minden másban is, akár a szakma, akár ellenzéki pártok által kért különböző javaslatokat meg is valósított. Schiffer András azt fejtette ki, hogy az LMP a kultúra szabad áramlásában hisz, az nem kíván külön állami beavatkozást, de az államnak van szerepe annak ügyében. Mesterházy Attila szocialista elnök úgy fogalmazott, a szakmát békén kell hagynia a politikának. Ma ugyanis Magyarországon e téren is az kap támogatást, akinek személyes kapcsolatai vannak.